Köszöntöm kedves nézőinket! Műsorunk eheti adásában az október 18-ai képviselőtestületi ülés harmadik, egyben befejező részét láthatják. Következő napi rendi pontunk Kalocsai Szociális Szolgáltatás tervezési koncepciója. Ugye egy törvény előírás van, hogy mennyi idő alatt kell fölülvizsgálnunk a koncepciónkat. Ez megtörtént. Elég tetemes anyag. A módosítások át lettek vezetve. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor észrevétel véleménye van-e? Olvári Ferdinánd képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Kulturális Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja. Köszönöm. Más egyéb van-e? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot ismertetném. Kalocsavás önkormányzatának képviselőtestület elfogadja a Kalocsavás Szociális Szolgáltatás tervezési koncepcióját. Aki ezzel egyetért, kérem igennel szavazom. Arányban elfogadtuk, köszönöm szépen. Következő 2018 év bölcsődei fejlesztési program pályázat előkészítése. Újabb pályázatot hirdetett a pénzügyminiszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztériuma bölcsődei férőhelyek bővítésére, illetve új bölcsődék létrehozására. Megnéztük az előírást, illetve az illetékes államtitkárasszony, én személyesen találkoztam ebbe a kérdésbe, ő biztatott arra, hogy Kalocsaváros is adja be ezt a pályázatot, hiszen nálunk, ahogy megnéztük, új építése nem jár, hanem belső átalakítással 12 helyen tudjuk bővíteni. A létszámot, illetve ennek megfelelő módon terem kialakítása és vizes blokk kialakítása kerülne sor. Most ez durván 47-49 millió forintba kerülne, még pontos számot nem tudunk. Ennek 5%-os a önereje, tehát 95%-os finanszírozású. Most egyelőre a tervezés menne, és amikor a tervezés és a költségbecslés megbízhatóan rendelkezésre áll, akkor behozzuk és akkor beadjuk a pályázatot. Államtitkár asszony arra kért, hogy minél előbb nyújtsuk be a pályázatot, hiszen ez 19-ben lesz elbírálva, de a 18-as beadást már várják, hogy minél előbb érkezzenek be ezek, hogy tudják, hogy mennyi és hogyan alakulnak a pénzügyi helyzetek. Tehát van jó esélye Kalocsának, hogy durván egy 50 millió forintos fejlesztést végre tud hajtani a bölcsödénél. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Tehát ez még vissza fog kerülni a képviselőtestület elé. Sima Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr. Én azt szeretném kérdezni, hogyha lehetőség nyílik, és egy igen magas finanszírozású pályázatról van szó. Én azt kérdezném, mivel tudom, és tényleg hála Isten a tények azt mutatják, hogy Kalocsán a gyermekszületések száma emelkedik, hogy a város miért nem mert egy kicsit nagyobbat álmodni. Ez egy elég szerény kis fejlesztés. Akár egy új bölcsödére is lehetett volna pályázni, mert a vezetőasszony, nem tudom, itt van-e, igen, itt van. Én szerintem az igények nagyok, és hál' Isten egyre nagyobbak lesznek, tehát véleményem szerint nagyon egyetértek, maximálisan támogatom, de egy picit többet lehetett volna, véleményem szerint. Jó, az osztályvezető úrnak adom el a szót, mert ők készítették elő. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselő testület. A kérdés jogos, szeretném a döntés hátterét is kifejteni. A pályázat lehetőséged ad természetesen új bölcsőde létesítésére is, akár bővítésre is, tehát fizikai értelemben vett alapterület bővítésre, gondolok itt elsősorban. Azonban figyelembe véve a pályázati felhívásban szereplő belső részhatáridőket és a rendelkezésre álló forrás nagyságát,
próbáltunk a biztosra menni. Ugyanis a pályázati felhívás értelmében az első körös döntések november végéig várhatóan megszületnek. Ez azt jelenti, hogy azok a pályázatok, amik várhatóan október hónap végéig beérkeznek, azok az első körös döntésben benne fognak szerepelni. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogyha kellően nagy számú pályázat vagy forrásigénylés fut be, akár előfordulhat, hogy az első bírálati kör végén lezárják a pályázati felhívást. Ez azért nagyon fontos, hiszen egy bővítés esetében a pályázati felhívás, vagy egy új létesítés esetében a pályázati felhívás úgy szól, hogy építési engedély köteles tevékenység esetében a jogerős építési engedélyt a pályázathoz csatolni kell. Nem építési engedély köteles tevékenység esetében elegendő egy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tervezett beruházás nem építési engedély köteles. Maga az építési engedélyezési eljárás, illetve ennek a dokumentációjának az elkészítése várhatóan egy hónapot meghaladó időn túlra becsülhető. Ezért is folyamodtunk ahhoz, hogy inkább 12 fős belső átalakítással oldjuk meg a bővítés kérdéskörét, hiszen egy engedélyezési eljárás lefolytatása akkora időt venne igénybe, ami az első körös döntésbe nem férne vele, ezért félő, hogy a rendelkezésre álló forrás elfogyhat. Ezért bátorkodtunk arra a döntésre jutni, hogy inkább menjünk a biztosra, és 12 fős bővítéssel próbálkozzunk meg. Köszönöm szépen. Jó. Van-e még ezzel kapcsolatosan kérdés? Ha nincs, akkor észrevétel van-e, vélemény? Mivel ez még döntésre vissza fog kerülni még egyszer, dr. Filvi Géza képviselő úrnak adom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Igen, a kormányzat egy bölcsődefejlesztési programot hirdetett meg, és én úgy gondolom, hogy itt, és csatlakozom Simon képviselőtársamnak a hozzászólásához, hogy itt azért lehetne nagyot gondolni, lehetne nagyot álmodni, és itt lenne annak a jelentősége, hogy teljesen jó ez, hogy 12 fővel tudjuk bővíteni a 33 főt, de itt lenne annak a jelentősége, polgármester úrnak érdemes lenne az országgyűlési képviselővel konzultálni ilyen kérdésekben, és kérni a segítségét, kérni a támogatását. Tehát lehetséges, hogy akkor a város tudna egy új bölcsödét építeni. Nagyon nagy igény van rá, ahogy hallom, és nagyon nagy a túljelentkezés. Mondom, ez dicséretes ez a 12 fő, de én a jövőben azt szeretném kérni, mind öntől, mind osztályvezető úrtól, hogy itt a bölcsöde kérdésben ezért az új bölcsöde létesítését ne hagyják figyelmen kívül, de illetve a város hosszú távú stratégiájába szerepelje óvoda és bölcsöde fejlesztés a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Jó. Katus Attila képviselő úr. Pénzügyi bizottság tárgyalta és egyharangulag támogatta az előtt. Jó, akkor kérdezem azt, hogy akkor ne adjuk be a pályázatot a 12 főre, nem kockáztassuk meg az új bölcsődét. Most ez stratégiai döntést igényel. Ráadásul látjuk, hogy nem leszünk kész vele, nem tudjuk az építési engedélyeket produkálni. Tehát én azt hiszem, hogy lehet, hogy a kevés inkább a sok, mint ha most a sokat akarunk markolni. De természetesen ne zárjuk ki annak lehetőségét, hogy esetleg új építésre is adunk be pályázatot. De azt elő kell készíteni. Én azt mondom, nekem az a véleményem, hogy most induljunk ezzel a 12 fővel, és időközben a műszaki osztály készítse elő a esetleges építési engedélye járó bölcsöde építést vagy pótlást. Dr. Angeli Gabriella képviselőasszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az lenne a kérdésem, hogyha új bölcsödéről beszélnénk, akkor mikor lehetne akkor beadni? Mert hogy osztályvezető úr elmondta, hogy itt még terveket kellene készíteni. Mikor lenne akkor az az időpont? Hát meg kell terveztetni, hogy ha az összeg miatt közbeszerzést kell lebonyolítani, utána engedélyeztetni kell, és utána tudjuk benyújtani. Ez körülbelül mennyi? 3-4 hónap. Több.
Köszönöm a szót. Én úgy gondolom, hogy a tervezési időtartam legrövidebb egy hónap. Legrövidebb. Nyilván ez a beruházás nagyságrendjétől függ, nem mindegy, hogy 100 fős, 50 fős, 20 fős, mekkora létesítményről beszélünk. Úgyhogy azt mondom, hogy minimum egy hónap tervezési időtartam, és én most a hatósági engedélyezési eljárásnak a maximum időtartamával számolok, az indítástól számított 60 nap. Hát ebbe szakhatóságok is közreműködnek. Én most biztonsággal azt mondom, hogy legrövidebb idő alatt, de akkor mindennek nagyon, nagyon pontosan ütemterv szerint kell haladni, a 3 hónapot vesz igénybe. 3. Inkább a 4-et mondanám, de én a 3 hónapot mondom, az a legszűkebb idő, ami alatt eljuthatunk odáig, hogy engedélyünk van. Jó, Bolvári Ferdinánd képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim! Itt könnyen vagyunk, dobálózhatunk a javaslatokkal, számokkal. Én szeretek úgy tájékozódni, hogy az ominózus szakmának a képviselőjét szeretem meghallgatni, hogy ő mit javasol. Most hála Istennek itt ül a körünkben Katus Györgynél. Kérem, szólítsuk meg, hogy mondja elő a véleményét. Mit javasol? Jó, intézményvezető asszony, legyen szíves a mikrofonhoz fáradni. Én azt gondolom, hogy a jelen helyzetben ez a pályázati lehetőség, melyben plusz még 12 évvel növelni tudjuk a bölcsődei kapacitásunkat, ez egyelőre elegendő lenne a városban. Én tudom, hogy nagyon szép és nagy dolog lenne, ha állíthatnánk még egy új bölcsődét, viszont a realitásokat nézzük, és én amellett teszem fel a voksomat, hogy jelenleg a városban a ez a 12 férőhely létrejönne, illetve van egy csoportszobánk, amelyet 12, illetve 15 férőhelyen használunk időszakos gyermekfelügyeletre. Amennyiben a város lakosságának olyan igénye merülne fel, akkor ezt a két számot, ha én összeadom, akkor 24 férőhelyen meg tudnánk pluszban növelni mindenféle új bölcsődelítésen. Tehát én nagyon támogatnám, és nagyon kérem a képviselőket, hogy idézőjelben, ami biztosabbnak tűnik, most azt a lépést tegyük meg. Ez a 12 férőhelyes kapacitás bővítés, ez azt jelenti, hogy ebből a keretösszegből egy olyan csoportszobát, vizes blokkal, kiszolgáló helyiségekkel tudnánk kialakítani, illetve ebben még nagy valószínűséggel akadálymentesítés is beletérne, ami szintén lehetővé tenné azt, hogy a jelenlegi igényeken túl, tehát már előre tervezve, ugye gondolván arra, hogyha a Paksi projekt megvalósul, és minket is a városban fog érinteni, akkor már eleve úgy tudunk neki tudni, hogy van 24 plusz kérőhelyünk a bölcsődében, a jelenlegi 33-nál szemben. A jövőt nem látjuk, nem tudjuk. Nyilván szeretnénk tudni azt, hogy helye lenne még egy 40 vagy 50 kérőhelyes bölcsődének, hiszen ez azt jelenteni, hogy a városunkban sok fiatal marad is, és sok kisgyerek születik, de a jelenlegi helyzet alapján ez nem így realizálódik. Tehát én azt gondolom, hogy az észérvek most amellett szólnak, hogy ebben a 12 férőben és kapacitás bővítésben gondolkodjunk. És kérem a támogatásokat hozzá. Köszönöm. Még egyszer megadom a szót az osztályvezető úrnak. Köszönöm a szót, polgármester. Egy nagyon fontos információt még nem mondtam el. Férőhely bővítés esetében is az indokoltságot alá kell támasztani, ez pedig az előző években elutasított jelentkezések számával kell hivatalosan alátámasztani.
Tehát jelen pillanatban, ha most tegyük fel, azt gondolnánk, hogy 50 fővel bővítenünk kellene, de nem tudtunk hivatalosan alátámasztani az elmúlt években évenként 50 darab jelentkezésnek az elutasítását, akkor nyilván nem nyílik lehetőség ilyen mértékben a bővítést végrehajtani. Tehát késztényekkel alátámasztott férőhely bővítéssel kell ezt alátámasztani a pályázatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fővi képviselő úrnak a felvetésére egyet tudok mondani. Minden egyes esetben megkeresem az országgyűlési képviselőt, a pályázatot adunk be. Úgyhogy megnyugtatom, hogy párbeszéd folyik ki az országgyűlési képviselő is köztem. Hát jövőre is így lesz, meg eddig is így volt. Úgyhogy minden egyes esetben megkerestem. Aztán hol sikerre jártunk, hol nem. Mert volt ilyen is, például az útpályázatnál, hogy nem jártunk sikerrel. Jó, tehát mindenféleképpen. Katus Attilának adom meg a szót. Én azt kérem a testületről, hogy most fogadjuk el ezt az előterjesztést, ami előttünk van, de már most, vagyis nem most, de foglalkozzon a testület avval, mert ugyanis csak akkor fogunk pályázni, ha elkezdünk. Tudjuk az óvoda kijelölésnél, hogy milyen nagy vitát fog kijelölni egy új óvodának, hogy hol legyen, vagy egy új bölcsődét, hogy hova helyezzünk. Kezdjük meg a tervezést, hogyha egyszer valamikor jön egy pályázat, akár most, akár a következő önkormányzat idejében, akkor legyen egy kész pályázat a kezünkben, amit csak be kell adni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó, akkor én a határozati javaslatot fölteszem szavazásra, az eredetit. Azzal, hogy készítse elő, mert hiszen még döntést nem hozunk, csak hatalmazzuk fel a műszaki osztályt, hogy készítse elő ezt a pályázatot, és ugye ezt, ha elkészül, akkor hozzuk a testület elé, és akkor fogunk véglegesen dönteni a pályázat beadásáról. És természetesen a szóba jöhet, hogy egy új bölcsőde létrehozását is tervezzük be, és meglátjuk, hogy mi lesz. Aki egyetér a kiadott határozati javaslata, nem kívánom felolvasni, azt kérem igennel szavazzon. A 12 igen elfogadtuk, köszönöm szépen. Az egyebek napi rendekhez értünk, megadom a szót Bolvári Ferdinánd képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim! Azt hiszem, mindenki tudomást szerzett róla, hogy körülbelül másfél héttel ezelőtt a kubikus játszótéren éjszaka milyen vandalizmus történt. Nem is kívánom önöket ezzel untatni. Az események kapcsán arra az elhatározásra jutottam, hogy kellene hoznunk olyan határozatot nekünk képviselőtestületnek, és erre majd felkérném jegyző urat, hogy készítse elő. Kérem önöket, hogy a kubikus téren lévő két kisgyerek játszóteret, amely már most is be van kerítve egy körülbelül 90 cm magas kerítéssel, ennek a kis játszótereknek tegyünk közzé nyitva a tartási idejét. Természetesen ez megbeszélés kérdése, lehet téli, lehet nyári időszak, de jól látható helyen legyen kifüggesztve a kerítésre, hogy a játszótér mikor áll a játszóteret használni akarók rendelkezésére. Ezzel el tudnánk érni azt, hogy éjszaka nagy gyerekek vagy fiatal felnőttek ne ugrabugráljanak a játékokon, csökkentve a játszótér élettartamát. Ezáltal felhatalmazást is adnánk a rendőrségnek, polgárőrségnek, közterületfelügyeletnek, hogy a nyitvatartási időn kívül ott tartózkodókat fel tudják szólítani a terület elhagyására, és esetlegesen, hogyha ennek ellenállást fejtenek ki, akkor bírság kiszabására. Akár egy ajtó felszerelésére is, nem egy zárható ajtóra gondolok, olyat, mint mondjuk belvárosokban, nagyvárosokban lehet látni, hogy a játszótereken van egy ilyen kallantyúval felszerelt lengőajtó, amely megakadályozza, hogy a kisgyerekek kiszaladjanak az utcára, akár egy ilyet fölhelyezni mindkét kis játszótérre. Kérem szépen önöket, hogy támogassák majd, hogyha ez döntés elé kerül. Azt kell, hogy mondjam, ezek a gyerekek
akik az éjszakába kóborolnak, nem rossz gyerekek. Nekünk felnőtteknek az a felelősségünk van, hogy jól látható kereteket állítsunk föl számukra, amely keretek átlépését szankcionáljuk, tehát felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ezeken belül maradjanak. Van egy rendeletünk, nagyon régóta nem esett erről szó, és nem is volt a betartása olyan szigorúan számon kérve. Ez a rendelet a 14/2007-es számú rendelet. Ez a köztéren való szeszes ital fogyasztására vonatkozik. Szeretnék ebből a rendeletből idézni, mert azt gondolom, hogyha ezen rendeletünket leporoljuk egy kicsit, nem kell rajta módosítani, csak felhívjuk a végrehajtó szervek figyelmét, és azt kell, hogy mondjam, hogy a rendőrség az elmúlt héten szemem láttára már bizony a fiatalok figyelmét erre felhívta, de a többi szervezetünk is, polgárőrség, közterületfőügyelet, hogyha foglalkozik vele, akkor azt gondolom, hogy nagy előrelépést tudunk elérni a rend megtartása területén. Tehát tilos bármely alkoholtartalmú ital fogyasztása minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló területen, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, továbbá azon ingatlanok esetében, amelyeket közhasználat céljára adtak át. És itt természetesen a tilalom, vagyis a rendelet mentességeket is tartalmaz, tehát amikor egy rendezvény van, amelyre engedélyt kértek, ott az rendezvény időtartam alatt lehet szeszes italt fogyasztani, és természetesen szilveszter és új év napján is lehet közterületen alkoholt fogyasztani. De én azt szeretném kérni, tartassuk be, amit már rendeleteinkben megfogalmaztak, más városokban is figyelnek erre, és biztos vagyok benne, hogy nagy előrelépésre számíthatunk az éjszakában történő rend megtartásában. És még egy valamit szeretnék kérni. Tudtommal, és kérem, hogy osztályvezető úr ebben erősítsen meg, beszerzés alatt vannak új kamerák. Ez nem a mostani esetnek a függvénye, régebb óta el lett indítva. A Csillás Parkban gyakorlatilag másfél év alatt rengeteg olyan cselekedet történt, amely a rendőrségnek a segítséggel lett kérve ez ügyben. A lakók tudják meg, hogy nem levegőbe kiáltott dolog, amikor rendőrséget hívtak, önkormányzati képviselőket kerestek. Igenis foglalkozunk vele. Beszerzés alatt vannak kamerák a Csillás Parkban és a Kubikus Parkban. Én azt szeretném kérni képviselőtársaimtól, ne spóroljunk ezen. Legyen az a kamera, hogyha már beszerezzük, jó minőségű. Olyan kamera, amelynek az éjszakai felvételei is jól használhatóak abban az esetben, ha történik valami. Azt a lakók nem mindig tudják, nem ülnek ezek mellett a kamerák vagy monitorok mellett emberek, csak akkor használják a felvételeiket, hogyha valami történt. De akkor viszont tudjuk eredményesen visszanézni ezeket a felvételeket. És szeretném tolmácsolni a rendőrség kérését. Folytassuk a kamerák számának szaporítását. Áldozzunk erre a költségvetésből folyamatosan, és előbb-utóbb akkor el tudjuk érni azt, hogy a városunk egy biztonságos város lesz. A környékbeli falvak is erre törekszenek. Én azt úgy gondolom, hogy a bűnözők legnagyobb elretentő példája a mai világban, hogyha egy település jó minőségű kamerákkal fel van szerelve. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és kérem, hogyha majd döntési helyzetbe kerülünk, akkor a Kubikus téri játszótérre kapcsolatban is, és a kamerákkal kapcsolatban is támogassák az előterjesztést. Köszönöm. Jó, köszönöm. Akkor felhatalmazzuk a jegyző urat, hogy készítse ezt elő. És majd akkor bekerülni. Jó? Nekem nagyon rövid tájékoztatóm van. Az egyik, hogy a 23-án 11 órakor kezdődik az ünnepségünk és a koszorúzás. Itt a börtönnek a sarkán, mert egyelőre azt tudják, illetve most azt tudták felszabadítani, tehát nem biztos, hogy a koszorúzási hely 100%-ban rendelkezésünk áll, mert a
fölvonulási konténer ott van, és nem biztos, hogy el tudják készíteni, vagy vinni onnan, de az előkészületeket megtették, tehát annyi hely rendelkezésünk rá, hogy a koszorúzási emlékezést meg tudjuk ejteni a szabadulás kútjánál. És amint már múltkor is említettem, a beszédet Csikós Marian, a könyvtárnak az igazgatója fogja mondani. Másik pedig váratlan 2018. október 31-én rendkívül testületi ülésen kell döntenünk a cégek egyesületéről, a cégek összevonásával kapcsolatban, tehát akkor hozzuk meg az utolsó döntésünket, hiszen addigra már azokat az anyagok, amire adtuk a felhatalmazást, elkészülnek, és akkor lehet majd benyújtani a cégbíróság fele. Köszönöm, hogy ennyit kívántam elmondani, és átadom a szót a jegyzőnek. Tisztelt képviselőtestület! Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a Deák Ferenc díj testület dr. Bálint József Miklós részére a jogászi hivatás példaszerű gyakorlásának elismeréseként Deák Ferenc díj kitüntető jelvényt és plakettet adományozta Budapesten 2018. október 17-én, és ez nem kisebb személyek írták alá, mint dr. Sulyog Tamás az Alkotmánybíróság elnöke, dr. Darár Péter a Kúria elnöke, dr. Pót Péter legfőbügyész, dr. Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Tóth Tamás a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudomány Bizottságának elnöke, dr. Szép Tibor a Magyar Közigazgatási Társaság elnöke, dr. Tóth Ádám a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke, dr. Sárközi Tamás a Magyar Jogász Egyet elnöke. Jó, annyi, hogy ez egy éremmel járt együtt, tehát amely latin feliratú mondatot tartalmaz, másik fele pedig ugye Deák Ferencet tartalmazza, és ez van egy kitűző, és hát ez a irat, amit a Csaba felolvasott. Öten kapták meg egyébként, tehát minden évben egy bíró, egy ügyész, egy ügyvéd, egy közjegyző, egy tudományos szakember és egy közigazgatásban dolgozó jogász kaphatja meg. A Grénium döntött így, úgyhogy és mindig október 17-én Deák Ferenc születésnapján adják át a ügyvédi kamat a központi székházába Budapesten a Szalai út hétbe. Úgyhogy ez egy szakmai díj. Én örömmel vettem, hogy számításba vettek, és ezt megkaptam a idézőjelben a jogászi munkám elismeréseként. Ezzel zárjuk. Egy tudomású vételt kérek az előző kettő, nem a kitüntetésről, hanem a magáról a bejelentéseimről, tehát hogy kimondja az ünnepi beszédet, mikor lesz, illetve az, hogy következő alkalommal, 31-én mindenféleképpen találkozunk, előreállítható 14 óra 30-kor. Aki ezzel egyetért kell, egy jó vágyó, igen, nyomjon meg. Köszönöm a részvételt, 12 igen elfogadtuk. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk tehát egy hét múlva is, amikor a város életével kapcsolatos további fontos döntésekről tájékoztatjuk Önöket. Viszontlátásra!